Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a György István Nagyko Múzeumban. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóról beszélgetünk, hiszen új év van, és az önök életében is új dolgok kezdődnek, hiszen januártól az önkormányzat ismét a tulajdonosa a múzeumnak, tulajdonosváltás volt. Mit fognak ebből észrevenni az ide látogatók? Szerintünk, illetve reményeink szerint semmit, hiszen úgy gondoljuk, hogy a munka továbbra is folytatódik ugyanott, ugyanúgy olyan szinten, ahogy eddig folytatódott. Terveink ugyanúgy vannak, természetesen ez mindig, mint minden évben, az a pénzügyektől, pénzektől függő dolog. Gyakorlatilag ugye az következett be, hogy utalt az előbb a bevezetőben erre, hogy január 1-ével megszűnt a megyei múzeumi hálózat Magyarországon, és minden múzeum, ahol volt múzeum, azt a városi önkormányzatoknak átadták, illetve átvették a városi önkormányzatok működtetésre, fenntartásra. Ez az állapot azért természetesen a Karcagi Múzeum életében nem újdonság, hiszen amikor újjászerveződött az 50-es években, 52-ben megnyílt a Györfi István nevét felvevő, épp akkor felvevő új intézmény a Györfi István Nagykun Múzeum, akkor ezt a múzeumot a város tartotta fent, illetve a város szervezte meg, minisztérium, illetve központi költségvetési anyagi támogatással működött az intézmény egészen 1962-ig, amikor a megyei tanács átvette az intézményeket az országban, és létrejött a megyei múzeumi hálózat. Ez működött egészen 2012-ig, tehát gyakorlatilag egy 50 éven keresztül működő rendszer szűnt most meg, visszaállt az eredeti állapot. És hát azt hiszem, hogy itt beszélgettünk előtte, hogy ez annyiban is jelentnek majd ennek a múzeumnak is több lehetőséget, hogy önállóan jobban tudnak pályázni, mint az a nagy múzeum, hiszen ott azért több intézményre pályáztak, itt viszont önök tudnak önállóan pályázni különböző programokra, pályázatokra. Igen, gyakorlatilag a megyében 8 múzeum található, és ez mind a megyei múzeumigazgatóság fennhatósága alá tartozott. Félig meddig volt önálló intézmény a múzeum olyan szinten, egy-egy városi múzeum olyan szinten, hogy a városban képviselte a múzeumot, illetve a kultúrát, tehát a múzeumi kultúrát, a múzeumok szerepét. Viszont egyik múzeum sem volt önálló olyan szempontból, hogy gazdasági ügyekben, pénzügyekben nem tudtunk dönteni. Tehát ezért sokszor volt olyan, hogy nem tudtuk azt, hogy mennyi pénzünk van adott esetben egy kiállításra, vagy egy programnak a megszervezésére. És akkor ebben lesz-e valamilyen változás? Gyakorlatilag az önkormányzat, a Karcagváros önkormányzat elfogadta december 13-án, illetve decemberben, korábban már, decemberben 13-án már az alapító iratunkat fogadták el, korábban elfogadta azt, hogy az intézményt, a múzeumot átveszi, önálló költségvetési intézményként fog működni a Karcagi Múzeum a városban. És hát akkor kicsit beszélhetnénk a 2013-as évről is, hiszen itt állunk a évvégén megnyílt nagyon szép kiállítás egyik termében. Gondolom, hogy ezt is nagyon sokan megnézték már, de milyen terveik vannak erre az évre? Igen, gyakorlatilag ez a kiállítás, azt mondhatjuk, hogy november óta olyan 7-800 fő látogatta meg, és azért ez egy hónapra nem is olyan rossz szám. Természetesen ebben az évben, ahogy eddig is volt saját munkatervünk és programunk, amit szerint dolgoztunk, egy ilyet állítunk, most van éppen a tervezés időszaka. Annyival másabb most a helyzetünk, hogy most a pénzügyi oldalát is meg kell, illetve meg tudjuk tervezni. Lesz egy olyan képünk, hogy mire lesz, mennyi pénzünk van egy-egy programnak a megvalósítására, illetve önállóan tudunk majd pályázni, mert eddig ugye, amikor a megyei múzeumi hálózatban voltunk benne, akkor a pályázatokat mindig a Szolnoki Megyei Központ írta alá, illetve hagyta jóvá. Most meg azért egy kicsit úgymond szabadabb kezünk lesz majd, hogy szakmai programokban, szakmai pályázatokon jobban részt tudjunk venni. Ugye az új kiállítás az már úgy készült új szemlélettel, hogy egy kicsit jobban hozzá lehet szervezni programokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, hiszen már december elején is több tanórát tartottak itt közeli iskolák pedagógusai, nem csak történelem órához köthetők a kiállítások, hanem más foglalkozáshoz. Múzeumpedagógiai foglalkozásokat, egyebeket is szeretnénk tervezni ebben az
az évben. Aztán majd jönnek ugye a múzeumi majális és egyéb ilyen programok, amiben most már talán aktívabban is részt tudunk venni, hiszen eddig azért is nem tudtunk részt venni, mert nem volt kiállításunk. Most meg már le van kiállításunk, amiköré majd lehet programokat szervezni. Különböző kis kamara előadásokat is tudunk szervezni, szeretnénk is szervezni, ami szakmailag főképpen a múzeumi profilba, illetve a helytörténeti profilba beleillik, hiszen most már van módunk arra, hogy leültessünk embereket, eddig nem volt ilyen módunk. Természetesen megmaradnak a terveink az időszaki kiállításokra, hogy mikor mit szeretnénk megcsinálni, már alakulnak a terveink, a program, a kiállítási program is alakul, úgyhogy de hát ezeknek a tervezése még most van folyamatban. Ugyanúgy a Birka Főző Fesztiválhoz és minden olyan nagyvárosi rendezvényhez, mint korábban, ezután is még jobban tudnak kapcsolódni. Igen, valóban úgy van, hogy eddig is kapcsolódtunk a Birka Főző versenynek, ez hiszen itt volt a múzeum előtti téren. Most annyival színesülhet a program, mint eddig jobban, az eddigieknél jobban színesülhet a program, hogy a múzeum kiállításai, illetve kiállítása szerves részét képezheti majd a Birka Főző Fesztivál programjának, ilyen ajánlott programként lehet feltüntetni majd, kiajánlani az ide látogatóknak. Itt említettük már többször látogatókat, gondolom, hogy azért mindenkit érdekel, hogy áremelés lesz, tehát a belépők árában lesz-e változás, erről mikor tudunk konkrétumot mondani? Jelen pillanatban semmi ilyesmiben nem tudok tájékoztatást adni, hiszen az új fenntartó a Városi Önkormányzatunk. Ugye a Városi Önkormányzat jogköre és hatásköre a belépő jegyek meghatározása. Természetesen az olyan kedvezmények, amik országosan törvényben le vannak írva, hogy ki jöhet be ingyen, ki jöhet be féláron, azok működnek továbbra is, azzal nem lesz gondunk. Az, hogy mennyi lesz a belépőjegy, azt egyelőre nem tudom megmondani. Jelen pillanatban 300 forintnál tartunk a felnőtt jegynél, és 150 forint a diákjegy. Én azt gondolom, hogy bár nem akarok semmit előre jósolni, hogy talán ezek az árak maradnak, illetve ha lesz is valami áremelés, akkor egy minimális áremelés várható. A két tájházról tudunk esetleg valamit mondani, hiszen az egyiknek az állapotát azt tudjuk, de az Erkel Ferenc utcainak esetleg az ki fog enyitni, mit tudunk erről? Ebből a szempontból is nagyon jó, hogy a múzeum önálló intézménnyé vált ebben az évben, hiszen a két tájházunkat tavaly nem tudtuk megnyitni, nem tudtunk például a munkaerőszolgálati irodán keresztül a munkatársat oda leszerződtetni, hiszen nem volt jogkörünk arra. Most ebben az évben talán ez is megvalósulhat, lesz jogkörünk arra, hogy olyan főképpen munkanélkülit bevonni a tájháznak a nyitvatartásába, működtetésébe, aki vállalna ezt a dolgot. Ez természetesen még a jövő zenéje, ez még csak egy elképzelés a számunkról, a részünkről. És hát ugye ebben az évben már most már nem csak a két tájház, hanem a patika gyűjtemény is, és a szélmalom is hozzá fog tartozni a múzeumhoz, mint telephelye működik a múzeum. Tehát a patika gyűjtemény ugyanúgy lesz látogatható, mint ahogy eddig volt látogatható. A szélmalomnál meg majd itt kell bejelentkezni az előre bejelentett csoportoknak, illetve hát meglátjuk, hogy milyen módunk és lehetőségünk van arra, hogy megoldjuk ezeket, hogy megyünk föl esetleg teremőrt, vagy bár jelen pillanatban a múzeumban sincsen teremőrünk, tehát gyakorlatilag egymás között osztjuk be az őrzést, de hát benne van a munkaidőnkben. Azt hiszem, hogy azért ez, amit elmondott, abból mindenképpen egyértelmű, hogy mi jól jártunk azzal, hogy Karcagi Önkormányzat vett át a múzeum üzemeltetését, hiszen több lehetőséghez, több forráshoz juthatnak így. Igen, én is úgy gondolom, hogy szerintem nem haszontalan, és nagyon jó döntés volt, amikor a város úgy döntött, hogy átveszi múzeumát, hiszen ez 106 éves intézményről van szó, hogyha jogelődött tekintjük. Egyrészt az a felhalmozott érték, ami itt van, az továbbra is látogatható és működik, tehát ez a legfontosabb ebben a dologban. Fontos a dolog az, hogy továbbra is ugyanúgy működjön olyan feltételekkel, mint ahogy eddig, illetve talán jobb kondíciókkal tudunk szembe menni, illetve hát szembe menni a folyamatokkal, hiszen azért nagy kihívásnak van kitéve egy-egy múzeum, mert van annyiféle lehetőség, szórakozási és egyéb lehetőség, hogy
a múzeum nem mindig az elsők közé tartozik. Hát akkor reméljük, hogy azért Karcagon a 700 fős havi látogatottság az meg lesz ebben az évben, és ehhez jó munkát kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy így lesz.